Hello, sziasztok! Mint látjátok, mai nappal a fürdőszobából jelentkezem hozzátok, és a nagyon fontos párkapcsolati elméletről fogok nektek beszélni, a hat igenről. Ez a hat igen elmélet, ez fontos lehet mindazoknak, akik éppen párkeresésben vagy párválasztásban vannak, mindazoknak, akik éppen javítani szeretnék a párkapcsolatukat. Ez a hat igen valójában kétszer három igent jelent, három igen, amit ti mondtok a párotokra, és három igen, amit a párotok mond ti rátok. És ez mind-mind különböző aspektusait illeti a kapcsolódási lehetőségeknek. Készítettem is nektek egy rajzocskát, és ennek a rajznak a segítségével fogom bemutatni nektek ezt a kétszer három pontot. Úgyhogy vegyük is át, mit értek ezek alatt. Az első pont a szeretetnek a pontja. Ez az, amit például a gyerekünk iránt érezhetünk, amikor maximálisan megvan a szeretet, de az értelmegyezés nem feltétlenül van meg, és a szexuális vágy pedig abszolút hiányzik. Azt gondolom, hogy a gyerekünk iránt érezve ez egy nagyon jó kapcsolódási forma, de párkapcsolathoz viszont éreskedés. A következő pont, amikor csak és kizárólag értelmi egyezés van, ez például az, mint amit a kollégáink iránt érzünk, amikor nagyon tudunk közösen dolgozni feladatokon, közösen megoldani problémákat, de igazából nincsen mögött mély szeretet és szexuális vágy sem. A következő pont a rajongásnak a pontja, ez például az, amit a kamaszok tudnak érezni a különböző filmsztárok, énekesek iránt, amikor nincsen valójában mögöttes mély szeretet és értelmi egyezés sem, hogyan is lehetne, hiszen a kamasz valójában csak a fejében elképzelt képet szereti, és nem magát az énekest. Amennyiben egy ilyen helyzet állt elő, ez is rövid távon sajnos haza fogja vágni a párkapcsolatunkat. Vannak kombinációk is, amikor mondjuk érzünk szeretetet és értelmi egyezést is a párunk iránt. Ezt a kapcsolódási formát én a barátnak neveztem el, ugyanis a barátaink iránt érezzük pontosan ezt. Velük sem akarunk lefeküdni, irántuk sem érzünk szexuális vágyat, de nagyon jól tudunk velünk beszélgetni, és nagyon szeretjük őket. A következő, amikor van szeretet és van szexuális vágy is, de nincsen meg az értelmi egyezés, ez pont az, mint amikor a 40-valahány éves urak például egy 20 éves lánykával lesznek szerelmesek, nagyon szeretik is őt, nagy intenzív szexuális vágyat éreznek iránta, mindenféle érzem fantasztikus lángon ég bennük, csak beszélgetőnek milyen sokat az ifjú leányzóval, de persze mondhatom volna ugyanezt fordítva is, egy idősebb hölgy és egy fiatalabb úr, srác esetében. A lényeg az, hogyha ez sem az igazi, mert hogy hiányzik az értelmi egyezés, hamar agyon fogja verni a tiszteletet, és onnantól fog az egész párkapcsolat sajnos megy a levesbe. Ugyanakkor egy nagyon fontos kombináció az is, amikor van értelmi egyezés és szexuális vágy. Ezt úgy neveztem el, hogy gésa, de mondhattam volna itt akár elit prostituáltat is. A lényeg az, hogy nagyon értelmes az illető, nagyon jól tudunk racionálisan kapcsolatba kerülni vele, nagyon intenzív szexuális vágyat is érzünk iránta, csak a szeretet hiányzik a történetből, mert nincs meg a kellő mélysége a kapcsolatnak ahhoz, hogy igazán szeretetről tudjunk beszélni, csak értelmi és szexuális vágy egyedül van. És értelemszerűen, amit úgy gondolom, hogy a követendő példa lenne, az az, amikor van értelmi egyezés, szeretjük, tehát van érzelmi egyezés, és van szexuális vágy is. Viszont ezek idáig mind csak az archetípusok bemutatásai voltak, nincsenek teljesen tiszta igenek és teljesen tiszta nemek, pontosabban inkább azt mondanám, hogy ezek elég ritkák, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeket valamilyen szinten osztályozni tudjuk, hogy milyen mértékig tudunk mondjuk érzelmileg kapcsolódni a párunkhoz, milyen mértékig tudunk racionálisan kapcsolódni, és milyen mértékig érzünk iránta vágyat. És természetesen ugye az visszafelé is igaz, mert az, hogy mi mit érzünk a párunk iránt, az csak egy dolog. Nagyon fontos az is, hogy ő hogyan vélekedik mi velünk kapcsolatban. Innentől fogva azért már is egy érdekesebb kapcsolódási rendszerek jönnek ki, és ez még mindig nem elég, mert ilyen ritkán van, hogy tiszta nem és tiszta igen, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes valamilyen szinten skálázni ezt az egészet. Mondjuk például 1-től 5-ig tudjátok skálázni azt, hogy milyen szintű szeretetet éreztek a páratok iránt. 1-től 5-ig tudjátok skálázni azt, hogy milyen szintű racionális kapcsolatot éreztek a páratokkal, és 1-től 5-ig tudjátok skálázni azt is, hogy milyen szintű szexuális vágyat éreztek a páratok iránt, és ugyanígy lehet 1-től 5-ig skálázni azt is, hogy a páratok hogyan érez, gondolkodik és vágyik irántatok. Úgyhogy ez összesen 6 pont, amit fel lehet írni, és mind a 6 pontban 5-5, 1-től 5-ig lehet értékelni a különböző vágyakat, kapcsolódási lehetőségeket, úgyhogy ez a házi feladatom is számotokra, hogy készítsétek el ezt a 6 pontot, hogy hogyan vágytok, gondoltok, éreztek ti a páratokra, és ő hogyan vágyik, gondol és érez irántatok. Így, hogyha összeadjátok ezeket a számotokat, ugye 5x6, összesen 30 pont lehet a maximális pontszám, amit lehet kapni, a minimális pontszám pedig 6 pont. Én azt gondolom, hogy ha ezen a skálán el tudtok érni egy körülbelül 25-30 pontot, akkor ti vagytok az álompár, fantasztikus. Hogyha 25 pont között vagytok, akkor egy nagyon-nagyon jó pár vagytok, de érdemes még mindig tenni azért, hogy tudjatok fejlődni, mert innen bármikor még szét lehet esni. És hogyha ennél rosszabb a helyzet, akkor azt gondolom mindenféleképpen tenni kell azért, hogy a párkapcsolatot tudjátok egy picit ápolni, erősíteni. Azt gondolom, hogy fogok későbbiekben részletesebb videókat kiadni
azon a kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeken a területeken pontosan fejlődni, de ha nagyon röviden zanzásítva kell elmondani, akkor azt gondolom, hogy az érzelmi kapcsolódásnak a fejlesztése érdekében az intimitás, a másikkal való törődés és a párkapcsolatban való jelenlét egy nagyon jó pont lehet. A racionális kapcsolódás fejlesztése tekintetében a kommunikáció fejlesztése, a beszélgetés és egyébként a racionális elménynek a fejlesztése, akár matek példák, programozás, logikának a fejlesztése lehet egy nagyon jó út. Ugyanakkor pedig a vágyak fejlesztésének a tekintetében pedig szintén az intimitás, és megpróbál minél inkább rá hangulódni a másikra, és olyan lehetőségeket, szituációkat teremteni, amikor a vágyak szárba tudnak szökkenni és szeretkezni tudtok. És azt gondolom, hogy érdemes mindenféleképpen ezeken a pontokon fejleszteni a kapcsolatotokat, akkor is, hogyha most nagyon jónak gondoljátok. Akik viszont párkeresésben vannak, nekik nagyon fontos eldönteni azt, hogy milyen szintű kapcsolódást éreznek jelenleg a jövendőbeli párjukkal kapcsolatban. Amennyiben csak az egyik vagy csak a másik ponton van kapcsolódás, és igazából hiányosak ezek a kapcsolódási hálók, akkor azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy biztos bele akartok-e ugrani ebbe a kapcsolatba, és biztos komolyan akarjátok-e ezt venni. Hát igazából ennyit szálltam nektek a mai nappal a 6 igennel kapcsolatban. Bízom benne, hogy érdekesnek vagy hasznosnak gondoltátok a mai gondolataimat. A jövő héten ismét hüvelyi orgazmusról fogunk beszélni. Amennyiben pedig tetszett most nektek ez a videó, tudjátok lájkolni. Ezzel kifejeztétek a szándékotokat, hogy még több hasonlót akartok látni tőlem a jövőben. A csatornámat pedig fel tudtok iratkozni, nagyon elmaradjatok, akár egyetlen részlés a jövőben. Mint ahogy említettem, ma fürdőszobából jelentkeztem hozzátok. A jövő héten újra találkozunk, addig is jók lehetek, Gyuri Ájáros voltam, és sziasztok!